Na szasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy ilyen közvélemény kutatós videóval. Vettem egy hátsó szárnyat a Verdára, és nem tudom eldönteni, hogy milyen színű legyen, ezért szeretnélek megkérdezni benneteket is. Na, ott az a szárny, ugye? Ott van. És ugye ez az autó, ez olyan két színű autó, hogy ugye van nagyon sok fehérben, igazából az alapszín az fehér, rengeteg kiegészítő, ugye a diszlécek, a sárvédőívek, a kilincsek, a tükrök, meg egy csomó minden, az meg fekete, ugye. És emiatt arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy le kéne fényeztetnem fehérre azt a hátsó szárnyat, mert így gyakorlatilag nézzétek meg, hogy így az egész kocsihoz passzol magához, ugye, hogy az abban jobban nem tudok hátra menni, és így nem tudom megmutatni, most meg emiatt a videó miatt nem akartam kijárni. Ja, nem lenne rossz, hogyha fekete maradna. És akkor ugye, akkor ilyen színű dolgok lennének, beleléptem valamiben. Na, és akkor itt van, még nem raktam fel egyébként, ugye, kitámasztottam egy ilyen gittes dobozzal, de így néz ki az egész. Hát nem teljesen így áll majd, hanem egy kicsit ugye kicsit hátrébb fog dőlni. Ugye itt van alatta most egy rész, mert ott ugye a csavar, amelyik bele fog menni a csomagtartó fedélbe, és akkor az ugye azt fogja tartani gyakorlatilag meg a ragasztó. Na, egyébként így néz ki. Ja, meg ugye a hátsó szélvédőnek a túlnyomó része az is ugye fekete, szóval így igazából a fekete az így egész jól menne hozzá. Szerintem nem tudom, gyerekek, ezt erről mondjatok már véleményt, hogy mi legyen, hogy legyen. Várja, jó, mennyire tudok messze, így. Szerintetek fekete vagy fehér? Na császtok!